Új-Zélandra költözésünk első állomása Shanghai, Kína legnépesebb városa. A repülőtérre érve, hát elég sok mindent kell csinálni. Vízumot kell igényelni, még akkor is, ha csak 24 órára lépsz be az országba, és ehhez egy külön formot kell kitölteni, amihez nagyon sok helyen kérnek új lenyomatot tőled. Brutál, hogy mennyien mennek Új-Zélandra. Itt vagyunk, csak 3-4 magyar család, szóval durva. Mindenféle elvek mellett azért jöttünk Kínába, mert így szállt át a légitársaság repülőgépe, amivel Aucklandbe indultunk. Ez volt az Eastern China. Shanghai a világ legnagyobb területű városa, emellett az elmúlt 20 évben a leggyorsabban fejlődő nagyváros. Nyomás a városban, Shanghai City. China. Hello? Vajon mennyivel fog menni szerinted? Szerintem olyan 3-400-zal. Állítják, hogy 2050-re 50 millió lakosnak kell oszlózkodni a Kína, sőt egész Távol-Kelet egyik legfontosabb kereskedelmi pontján, amely a 19. században erősödött meg a város textiliparának és halászatának köszönhetően. A túlnépesedett nagyvárosok minden hátrányát fel tudjuk sorolni Shanghairól. Rendkívül szennyezett, az infrastruktúra pedig nem tud 27 millió embert kiszolgálni. Próbáljunk meg valami kevésbé környezetről valót venni Kínában. Hát nem nagyon találunk, ami nincs ötször becsomagolva, de szójaszózból van 5 literes. 27 millióan élnek Shanghaiban, ezzel a világ harmadik legnépesebb városa. Videó változatok, nagyon sokféle, fantasztikus. Érdekesség, egyébként egy 20. század első felében a briták, amerikaiak, franciák és japánok felosztották egymás között a várost, és a virágzó üzleti életnek köszönhetően Shanghai hamar a Távol-Kelet egyik legfontosabb kereskedelmi helyszínévén nőtte ki magát. Ha nézzük a barackos fanta, milyen? Kína. Én valami kínaibat akartam, Isten tudja mi ez, de megkóstoljuk. Nem rossz, de egy kicsit ilyen nyalóka íze van, de amúgy rohadt olcsó volt. A világháború, a japán agresszió és a kommunista hatalom átvétel miatt azonban a város visszasüllyedt, és csak a század végén indult újra virágzásnak. És napjainkra az egyik legnagyobb teherkikötő lett a világon. Nem mellesleg, az ország egyik legfontosabb turisztikai célpontja is. Pontosan ezért vagyunk mi is itt. We are now at Shanghai Science and Technology Museum. Kínai és Shanghai pénzneme a yuan, és csak ezzel tudsz fizetni, vagy olyan fajta bankkártyával, amit ők elfogadnak, ha nekünk ilyenünk nem volt. Nem töltöttünk le semmilyen applikációt, mint például a WeChat, mert nem szerettünk volna csatlakozni kínai rendszerhez. Marti, szerinted mi ez a sor? Nézzük, mire várnak. Lehet, hogy megjelent az iPhone-nak. Mi a fasz? Szerintem ez egy híres reggeliző. Ezért ez a durván kommunista Kína csak akkor tudott minket fogadni, hogyha dollárt viszünk, amerikai dollárt, amit ott a helyszínen ilyen pénzváltó automatákba átváltottunk kínai yuanra. Szóval kívül belül a hiszébe, fasza, minek? És egy kafé. Ez egy ilyen tortillás cucc. Szerintem rántotta van benne valami sonka mekesben. Az a baj, ez amúgy szerintem én szólja valamit. Nem orosz, nem úgy. Tévedtem sajnos, nem kávé. Ez valami a zaptejre hasonlító íz, vagy illat, de már kiderül. Értitek. Szóval vittünk 200 amerikai dollárt, amit átváltottunk, és nem szeretnék elárulni nagy titkot, de annyira olcsó volt minden, hogy még a reptéren is nagyon nehezen tudtuk elkölteni a nap végén, de erre majd térjünk vissza akkor. Nézzük az időeltolódást. Ugye már nagyon régen elindultunk otthonról, tehát mert így is rohadt fáradtok voltunk, nem annyira számított, de tudni kell, hogy Magyarországhoz képest a nyári időszámítás alatt plusz 6 óra, a téli időszámítás alatt pedig plusz 7 óra az időeltolódás. A két shanghai reptér közül mi a
pudong, vagyis hát nagyon röltünk, ugye Puding International Airportra érkeztünk, ami nagyjából 30 kilométerre van a belvárostól. Ide a legmenőbb bejutási mód kétségkívül a maglev vonat használata. Ez a vonat nem a sínen fut, hanem lebeg felette. Emiatt lebegő mágnes vasútnak is hívják. Mivel működési mechanikája miatt a sín sehol nem törhet meg, végig az út és az autók felett vezet a pályája. Ha ez nem lenne elég, ez a leggyorsabb üzemben lévő kereskedelmi szerelvény, ugyanis 430 km/h sebességet is képes elérni. Ennek következtében a reptértől a belvárosig lévő távot 8 perc alatt tudod megtenni. Ráadásul 10-20 percenként jár. Lehet menni egyébként metróval is, meg be lehet menni egyébként taxival is, de én abszolút a maglevet ajánlom. Hogyha Sánkhájba lépsz, akkor nyilvánvalóan kell útlevél Magyarországról is, hiába vagyunk ilyen fantasztikus baráti ország Kínával. És fontos, hogy az útleveled legalább még 6 hónapig érvényes legyen. Miután belépsz az országba. Nem lehet csinálni semmit. Mi nem igényeltünk vízumot, hiszen csak átszálltunk, de hogyha szeretnél több napot itt lenni, akkor Magyarországon igényeld a vízumot. Amúgy a reptéren is lehetséges 24-től 144 óráig terjedő vízumot igényelni. Rengeteg, rengeteg, rengeteg látnivaló van Sánkhájban. Van új Sánkháj, régi Sánkháj, mivel nekünk nagyon kevés időnk volt, ezért egy ilyen tipikus hop-on-hop-hop buszt választottunk, ami nem az volt, legalábbis elnevezés szerint, viszont ugyanazt a funkciót töltötte be. Felültünk egy ilyen buszra egy napi jeggyel, ami nem volt túl drága, azt hiszem nagyjából 3500 forintba került. Elindultunk és körbejártuk vele a várost. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy a dugó már délutára, mert megérkezik az a 27 millió ember, és aki egy kicsit is antiszociális, ezt nem nagyon ajánlom, mert borzasztó érzés ennyi ember között lenni ennyi ideig. Sánkhájban tehát rengeteg fantasztikus múzeum és látnivaló van a csodálatos épületektől kezdve a gasztronómiáig, szóval mindenkinek tudom egyébként javasolni, hogy látogasson el ide, legalább, hogyha így át kell szállnia, mint nekünk. Van egy kis tömeg. Még a tömegközlekedésről, ahol nagyjából egy vonaljegy 200 forintba kerül, így viszonylag olcsón meg tudod úszni az egész napot is, de 24 órás jegyet is vehetünk, ami 18 yuan, vagy 72 órás, ami 45 yuan. Internet nem igazán van, legalábbis a kínai internetet nem nagyon fogod tudni használni azokra a dolgokra, amiket mi Európában nagyon szeretünk, például a Facebook, Google vagy YouTube. Hogyha azt érzed, hogy nem bírod sokáig ezek nélkül, akkor fizess elő egy VPN-re, és akkor nagyjából működni fognak, legalábbis egy Starbucks Wi-Fi-en keresztül mindenképpen. Mert hogy hiába a nagy kommunizmus, McDonald's, Burger King, Starbucks minden sarkon van, a H&M-mel és a Zarával együtt. Tuna Panda Kánaán. Nagyon brutál. Mit találtál? Jó drága gyökereket. Otthonról eljöttük, és itt is. 2600 vagy olyan? Rúgat sok pénzért gyökerek. 250 ezer? Azt hiszem, hogy 300 is. Ó, vannak itt férgök is. Van amúgy 2,6 millió forintért is ilyen buszta dolog. Hello, Zoli! Innentől kezdve pedig Új-Zélandról fogunk jelentkezni érdekes videókkal, szóval iratkozz fel a csatornánkra, Hali! Jézusom!